Valami furcsa összehangolódás. Valami ritka rend. A bejátszás már biztosan ismerős a Fehérvár televízió nézői számára hamarosan kezdetét veszi a harmadik fehérvári versünnep. A Fehérvár Médiacentrum a város önkormányzata és a székesfehérvári egyházmegye közösen szervezett megmérettetése idén is népszerű a fiatalok körében. Az egyik legfiatalabb versenyző a 15 éves szalai zsófia. A fehérvári lány jelenleg pápán egy református gimnáziumban tanul. Szabad idejében önkénteskedik és olvas, legszívesebben verseket és fiataloknak szóló regényeket. A versenyre azért jelentkezett, hogy bátorság próbálja állítsa magát. A célom az, hogy igazából megmutassam magamat, és hogy kiálljak oda mindenki kellé, hogy legyőzzem ezt a bátorság, vagy bátorság próba számomra egy részről. Hát meg kíváncsi vagyok a zsűri véleményére, ugye, azt szerintem, hogy mit mondanak. Aki eddig még nem tette, de kedvet érez hozzá, február 28 ig jelentkezhet a harmadik fehérvári versőnepre. Ezúttal már prózai szövegekkel is színpadra léphetnek a középiskolások. Bővebb információkat a verseny weboldalán olvashatnak.